3382 új fertőzöttet igazoltak kedre virradóra, az elvégzett tesztek egyharmada pozitív lett. Elhunyt 69 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma már átlépte a 40 ezret hazánkban. Közel 3000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Megyünkben 114 új fertőzöttet regisztráltak. Az omikron vírus variáns továbbra is terjed Magyarországon. Az oltási akció ezen a héten is folytatódik, csütörtökön és pénteken délután, valamint szombaton ismét előzetes időpont foglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járás központi szakrendelőkbe. Kedden megérkezett a harmadik szállítmány a Pfizer gyermekek oltásához való vakcinájából. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, itt a 12 év feletti korosztályt várják. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előző előzetes időpont foglalással lehetséges az oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és a megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előzőt. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. Az évvégi emelkedés után az év első hetében nem volt megfigyelhető további növekedés a szennyvízminták átlagos örökítő koncentrációjában. A vizsgált városok többségében stagnáló tendencia jellemző. Fehérváron a koncentráció a mérsékelt tartományba esett, de már kimutatható az omikron variáns.